Sziasztok, Biz vagyok, és hát igen, régen volt Far Cry 4, több okból is, de igazából a legfontosabbat fogom most felsorolni, méghozzá megöltem Pagamint. Igen, én is meglepődtem, mentem, és vége a játéknak. Ugye tudjátok, hogy én nem végigjátszást viszek, hanem játszok egy kicsit, aztán fölveszem, megint játszok egy kicsit, megint fölveszem, hogy nem mindig ugyanott kezdjem el, ahol befejeztem az előző videót, és hát ez olyan sikeresen történt, hogy meg is öltem Pagamint, így kicsit érdekét vesztette, hogy én játszak is Far Cry 4-jel, mert vége, nincs hová haladnom, de mindenképp ezt a videót meg kell csinálnom, ugyanis így tudom nektek elmondani, hogy megöltem Pagamint, yeah, és nem is volt nehéz. Attól függetlenül. Hát nem volt olyan erős a story mód, azt kell, hogy mondjam. Még lehetnek persze kis küldetések itt ezen a térképen. De hát csinálgatom, néha felveszem, maradjunk ennyibe. Most már nem lesz napi videó, mert már nincs miért napi videót csinálni. Ilyen egyszerű streamben nagyon sokat haladtam előre a storyba, azután vége volt a streamnek, játszottam egy órát és vége is volt. Úgyhogy egy kempet fogok most elfoglalni. Képzeljétek el, sikerült egyszer egy olyan kempet elfoglalnom, ami körülbelül hasonló volumenű volt, mint ez, ugyanúgy North Kyrat területén, és csendben elfoglaltam. Én se hittem el, de elfoglaltam. Nem volt olyan izgalmas, de hát most legalább egyszer ezt is kipróbáltuk. Igazából már többet elfoglaltam csendben, csak North Kyrat területén még egyet sem. Ott van egy csávó. Hogy ezek mindenhol észrevesznek, az egyszerűen nem hiszem el. Ott van. Ja, látom. Ez a sniper nagyon király. Mondtam már. Ja igen, új fegyvereim vannak, bár nem emlékszem, hogy ezeket bemutattam volna. Mindegy, megtesszük. Harpoon, ja, bálna vadászat. Nem tudom, miért hoztam ezt a fegyvert, mert már többször játszottam vele, és nem annyira jött be. De egy hiteli a konzervdobozokat, úgyhogy ezért hoztam, hát ha jól jön. Aztán van egy sniperünk, ami ugyanúgy egy hiteli a konzervdobozokat, de ha fejre lövök. Azzal a különbséggel. Hát visszavettem a Warrioromat, ezt az AK-t, nagyon bejött. Illetve a gránátvetőm is itt van. Ezek a legjobb fegyverek szerintem a játékban. Ez a legjobb sniper az egyértelmű. Ezt lelövöm. Senki nem hallotta? Oké. Azért behatolunk. Próbáljuk ezt is csöndbe, tudom, hogy nem fog összejönni. Igazából ezek mindig akkor sikerülnek, ha nem koncentrálok rá, csak úgy megyek. Na jó, most ezt csöndbe megölöm. Na jó, akkor most már ezt is csöndbe megölöm. Aztán jé, felszabadítottam egy outpostot. Úgyhogy valahogy így sikerült az előző is. Itt van egy sziréna. Ki kéne iktatni, já? Já, iktatni. Hol kell bemenni? Itt. Itt nincs oka? Nincs. Oké. Akkor feljövök. És itt van. Oké. Egy malac. Hú, azt le is tudnám lőni akár. Sőt, gyere csak ide. Remélem ide jössz. Mondjuk fél óra lesz, de ide fog jönni. Itt egy sniper. Na, malac. Meggondolta magát? Oké. Akkor én erre lesuhanok. Zsupsz. Hát ez picit hangos volt, de ezt nem veszik észre. Persze, ha fölmászok egy fedezékre, azt észreveszik egyből. Nem tudom miért. Na, alarmokat. Hú, basszus, ez ide följön? Erről nem volt szó. És ide nem tudsz bejönni? És nem vett észre. Erre fordult és nem vett észre. Múltkor 50 méterről nézem a bázist és már onnan észrevesz. Lol. Na jó, mindegy. Remélem ide föl akarsz jönni, mert én szeretném, ha ide följönnél. Speciál. Oj, olyan lassú vagy, basszus. Holttestet nem lehet elvinni ilyenkor? Ah. Jó, fölvesszük, és ide bedobjuk valahova.
mondjuk ide az ágy mellé. Ó, ez a flamethrower-es volt. Oké, ez megtörtént. Dobókésen van? Mondta, hogy dobókésen van. Oké. Azt mondja, itt is van valahol egy... Egy riasztó? Vagy csak egy van? Vagy is van? Ó, tudtam, hogy lesz itt egy csávó. Hopszi. Csak a holttestet akarom elvinni csöndbe. Mint ha mi se történne. Hoppá, valaki hallott, mert az lejön. Ugye nem erre jössz? Nem. Jó, akkor ide bedobom a hullát. Itt egy gyémántos láda. Egy maxi pad, tehát egy iPad hasonmás volt benne. That's poén, já, yeah, ismét sziporkázom. Csávó, hol van ott? Akkor megöljük. Megnézem, mi volt nála. Valahol itt föl kéne jutnom. Ja, tudom, ahol ő lejött, valahol erre volt a létra. Aha, itt van. Akkor ide fölmegyünk. Disable. És itt van közelembe a másik is. Ja, itt van. Hát akkor ez meg lesz. Jó, meg is történt. Akkor már csak le kell őket lőnöm. Jó. Jó. És maradt egy malacunk. Kész. Megcsináltuk. Kb. 5 perc alatt, ahogy látom. Na, így kell csöndesen elfoglalni. Látjátok? Képes vagyok rá. Az egy dolog, hogy nem sok kedvem van. És... igen, egy Fortress fogunk megcsinálni, méghozzá Pagamin Fortress-ét, ahol jártam küldetés folyamán, de a mai részben ez lesz. Úgy gondolom, hogy ezt kéne megcsinálni, csak nem tudom honnan közelítsem meg, hogy ne vegyenek ott észre. Vagy csak fogom magam, és körbe kerülöm. És akkor ez a rész körülbelül 40 perces lesz szerintem. Képzeljétek el, elfoglaltam egy Fortress-t, és olyan silány volt a védelme. Jött három helikopter, meg két csávot lelőttem, hogy egyszerűen nem volt pofám fölrakni, hogy ne égessem a Far Cry 4-et, mert ez szánalmas volt így egy Fortress befoglalni. A többi Fortress teljesen jó volt, amelyeket fel is akartam venni, csak nem jött össze. Na, én azt mondom, cseréljük le a másodlagosomat. Mondjuk egy. Valami jobb fegyverre, a harpunt kéne lecserélni. Shotgun, egy jó shotgun, nem? Ki kéne próbálni egy jó shotgun-t? D2-es? Próbáljunk ki egy D2-est? Vagy próbáljunk ki valami modellt? Signatures? Van egy bullom. Nem? Egy 87-esem. Ezt meg tudom venni. Ezen van silencer is, azt figyeljétek. Az igen. Na jó, legyünk tökösek, és próbáljuk ki a D2-est, mert ez sidearm. És rakjunk rá valami szint. Júj, klasszik, ez nagyon jól néz ki. Oké, eladjuk a cuccainkat. És mehetünk is Fortress bányászni, bár lehet, hogy jobban meg kéne gondolnom, hogy most ebbe a részbe Fortress-eket bányásszak. Legalábbis azt az egyet, az nem lesz könnyű. 1200 méter, itt egy giga, becsapódunk. Ja, csináljuk meg azt a Fortress-t, és akkor azt mondom, hogy ez lesz az utolsó Far Cry 4-es videóm. Ezzel mindent lezártunk. Nem? De.
remélhetőleg lesz elég helyem a merevlemezem. Ha nem, akkor véget ér ott a videó, ahol. Na, ide is értünk a Fortresshez. Láthatjátok, hogy nem kicsi, ezt fogjuk most lehetőleg befoglalni. Hát nem fogom végig lopakodni, azt most elmondom. Amennyit le tudok szedni, leszedek. Az elején aztán úgyis jön a reinforcements. Mennyien vagytok? 1, 2, 3, nem látok semmit. 4, 5, 6. Jó. Ott is van egy bent. Valahol. 7. Dobókés. Oké. Hát így egyenlőre 7. Tehát 7-et kéne leszednem. Csendben. Plusz-minusz 2. Jó lenne, ha ide fölmásznál. Köszi. Szerintem azt a két sniper-t simán le tudom lőni. Valaki nagyon észre akar venni, én azt szeretném megtudni, hogy melyik az ott. Az egy malacka. Jó. Majdnem észrevett, úgyhogy muszáj volt lejönnöm. Silenceres fegyókat elő. Fölmászunk ide, nem vesznek észre. Jó. Hát ezt nem tudom mi volt. Nem teljesen így akartam. De nem is vettek észre. Jó, ott a helikopáter. Oké, itt is van egy alarm valahol. Aha, itt lesz fölöttem. Ezt is hatástalanítom. Sőt, nem is fölöttem, itt van mellettem. Jó, disable. Ugye ezeket a fortresseket úgy találták ki, hogy kópra. Tehát, hogy ha akarsz valami nehezet a haveroddal, akkor gyertek ide, mert az outpostok ugye Far Cry 3-ban is megtalálhatóak voltak. Azt csak simán single-be elfoglaltad, és szevasz. De hát akkor mi értelme van a kópba, ha fele olyan nehéz lesz, hisz megoszlik a teher vagy a katonaszám. Úgyhogy jó, csinálunk fortresseket, jól be lesz védve, meg kell csinálni, és ez lesz a kóp része a játéknak. Van 4 fortress, csináljátok meg. Nem is rossz ötlet. Ellenben remélhetőleg nem lesz olyan könnyű, mint az előző, amit megcsináltam, mert eddig nem annyira nehéz. Sniperrel tudom, hogy egy lövés. Úgyhogy azzal ölöm meg. Jó. Csak a malacot akartam megölni, mert ő nehéz. Észrevették? Na mindegy. Jé, csak ő vett észre. Oké. Új. Na, észrevesznek. Úgy néz ki. Oké, melyik mozog a alarm irányába, azt kéne lelőni. Ott már nincs alarm. Ja, hogy ajj, értem, fal mögött vagy, azért nem találok el, értem én. Hát hajj már meg! Hát igen, ennyi egy fortress. No alarms. 4-ből 4 fortress megvolt, abból 2 nagyon silány, ez meg tök egyszerű volt. És én még azt hittem, hogy 40 perces videó lesz, hát... Jó. Oké. Okay. Tehát ez nekem nem volt nehéz. Vagy lehet én lettem jobb, vagy csak szimplán most addig állítgattam a egeret, amíg mondjuk jó, és akkor nem bénáztam el annyi lövést. Vagy szimplán... Nem tudom. Tehát tényleg nem tudom, de ez nekem nagyon könnyű volt. Még a küldetésbe is nehezebbnek véltem.
Aha. Tehát mostantól, mivel az összes Fortress befoglaltam, amely az én irányításom alatt van outpostot, most már nem támadják Pagamin csatlósai. Tehát most már csak be kell foglalni az összeset, és kész. Tehát most már nem is támadnak, föl kell morzsolni még a meglévő hadsereget. Fanatizánsokat, mert már Pagamin vezetőjük meghalt, úgyhogy ennyi végül is a játék. Tehát oké, csinálhatnék még minikül... Ott egy csávó, az nem jó. Hopp, volt. Na, tolass már. Na végre. De meg hajj már meg. Ja, hogy nem is erre kell jönnöm. Oké. Vagy erre kell? Nem erre. Na, akkor hát a 40 perces videó helyett csinálunk még egy outpostot. Nem, szerintem az is benne van, hogy már nagyon jó fegyvereim vannak, kitapasztaltam az összes fegyvert, tudom melyik hogy öl, és így sokkal egyszerűbb volt. Látjátok, ezért jó egy fegyverbemutató, ha ismeritek a saját fegyvereteket, sokkal jobban tudtok játszani. Jó, nyilván azért multiba máshogy működnek ezek, de nem hinnétek el, hogy milyen sokat számít egy fegyvernek az ismerete, hogy azzal te közelre nem fogsz úgy játszani, mint ahogy kéne, vagy ahogy akarnál, hanem úgy, ahogy a fegyvered megkívánja, mert semmi értelme olyan fájtokba belemenni, ahol a fegyvered előnytelen számodra. Tehát igenis fontos fegyvereket ismerni, de az nem elég, hogy jól játsz, hanem hogy ezt alkalmazni is kell. Jaj! Alkalmazni is. És észrevettek. Tehát, hogy elmondok dolgokat, oké, de ezt nektek kell rájönni, hogy hogyan alkalmazzátok játékon belül. Ennyit az önreklámozásról. Lelőjük. Ki visít ennyire? Ó, baszki, tarack. Hú, de eltaláltok! Hagyjál már! Hú, basszus a sniper. Jó, hát én itt most meghalok. Nem! De! Nem! De! Nem! De! Nem! Nem! De! Ah, túléltem! Találtam egy kis fedezéket is. Haha! Hú, mennyi pénz volt itt. Na, oké, túléltem. Annyit beszéltem, hogy észre is vettek. Oda lőnek. Oké, ez közel volt. És meg is ölte a saját csapattársát. Oda lő. Oké. Be kéne menni. Be kéne menni. Ah, ez közel volt. Hé, itt is sebez. A fene. Akkor ide állok. Jó, így nem sebzett. Hát ezt levakarom, és akkor érzik, hogy milyen erős vagyok. Hát, hogy az épületbe is sebez, az durva. Tudjátok mit? Még alig használtam. Csinálok egy ilyen reinforcement-t. Mind az ötöt elhívtam. Úgyse használom másra. Na nézzük, miket támadnak ott egy csávó. Gyertek, 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 kíváncsi vagyok, miket tudtok. Na. Az én katonáim miért nem jönnek a levegőből? Ops. Hallja meg! Te is. Te még inkább. Ennyi? Lol. Durva. Na, még öt outpost van.
Ez a sniper, ez annyira király. Hoztam reinforcement-et. Hát nem sokat segítettek, maradjunk annyiba. Tehát egymagam többre vittem. De legalább elhasználtam az összes tokenemet, úgyse használgattam el. Ez de szép hely. Azért én itt szívesen laknék. De király. Hát ez marha jó. North Kyrat-ban nagyon szép helységek vannak, azt kell, hogy mondjam. Mint az várható volt, sajnos betelt a merevlemezem, úgyhogy így hirtelen kellett abba hagynom ezt a videót. Minden esetre így a végére csak meg szeretném köszönni a figyelmet, és remélem tetszett nektek Far Cry 4 sorozatom, de sajnos itt véget ér, mert befejeztem a játékot. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!